kamion érkezik ennek a nyíregyházi szállítmányozási cégnek a telephelyére. A társaság az elmúlt hónapokban már beruházásokat is meg tudott valósítani, nem minden hasonló vállalkozás mondhatja el azonban ugyanezt magáról. A bő egy éve tartó koronavírus járvány a fuvarozási ágazatban is éreztette hatását. Az ideiglenesen bezárt gyárak és üzletek ugyanis a megrendelésekkel is leálltak arra az időre, emellett a munkaerőt illetően is több helyen probléma adódott. Amikor jelentkezett az első hullám a koronavírusban, akkor a gépkocsi vezetőink nagy része ki kevésbé, ki jobban megijedt, és akkor ugye ezáltal nem dolgoztak, vagy éppen otthon maradtak, vagy elmentek fizetetlen szabadságra, úgyhogy ez eléggé megviselte a céget. Ezáltal nyilván a bevételünk is visszaesett. Jelentősen 3/4 évvel csökkentek a bevételeik ebben az időszakban. Május-június környékén azonban ismét emelkedni kezdett a megrendelések száma, évvégére pedig sikerült is visszahozniuk a korábbi szintet. Most arra már szinte az ágazat egészében rendeződni látszik a helyzet, és a legtöbb helyen bizakodóak a folytatást illetően. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel az egyik helyi nagyvállalattal sikerül együtt dolgoznunk, így a megrendeléseink folyamatosan nőnek, és várhatóan a nyári időszak elejére a bővítésnek köszönhetően még nagyobb lesz a forgalmunk és a bevételünk. A megrendelések ugyan globálisan növekednek, sok fuvarozó azonban a mai napig küszködik a sofőr hiánnyal. Az ágazatban pedig nem ritkák a nettó 6-700 000 forintos fizetések sem. Igaz, ez már a járvány előtt is így volt, csak épp a kamionosok élete lett sokkal bonyolultabb és kiszámíthatatlanabb az elmúlt hónapokban.